A keresésben részt vett a Hajdú mentőcsoport, az Életjel Szolnok, a Legott mentőcsoport, az Agria Eger és a Spider mentőcsoport. A megfeszített tempójú kutatás során a mentőcsapathoz tartozó King nevű kutya egy a folyóba bedőlt fa alatt a keresés megkezdésének napján jelezte a testet. Mint megtudtuk, akkor műszerrel ezt nem sikerült pontosítani a gallyak véget. Aznap a búvár kutatást is fel kellett függeszteni a vízben lévő uszadékok miatt. A riasztott mentőcsapatok közül a mi egységünk a búvár feladatokat, illetve a műszaki mentést végezte el a tiszafüredi kár esetnél. Itt a búvárink egy nagy méretű bedőlt fának az alját, illetve az ágai között vizsgálták át, amennyire be lehetett jutni. Már csak azért is, hogy utána, hogyha elmozdítjuk a fát, akkor nehogy véletlen több kárt okozzunk, mint amennyi haszonnal jár a munka. És ezek után a műszaki szerrel ezt a nagyméretű fát kimozdítottuk, hogy elősegítsük a testnek a felszínre jövetelét. Másnap az összeállított kereső csapat műszaki mentőeszközökkel kiegészülve folytatta a keresést. A mentőkutyák bejelölték a helyet, amiről szó volt, leszűkítettük a területet. A búvárok biztosítás mellett bementek a vízbe, és víz alatt átvizsgálták a fatörzset, illetve azokat az ágakat, ahova be tudtak jutni. Természetesen itt nagyon sok helyre nem tudtak bemenni nagyon mélyen, itt az élő tiszáról beszélünk, aminek igen erős sodrása van, és a búvárainkat sem kockáztattuk feleslegesen, de átvizsgálták azokat a területeket, ahol hozzá lehetett férni, majd mikor ez megtörtént, akkor rögzítették a fát a műszaki szernek a csörlőihez, és ennek segítségével elhúztuk a területről. Majd a keresésben résztvevő három kutya újból megerősítette a testhelyét. A kereső csapat a jelzés helyén a fát a folyóból kiemelve az elmerült férfi holttestére talált.